Köszöntöm Önöket, Balzsai Károly vagyok. Mai adásunkban Miklós Zalán plébános úrral beszélgetünk zagyvaszántói templomba. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. A fő témánk ugye a húsvét, illetve a húsvét ünnepe, de ugye a 40 napos böjt, illetve egy ilyen ünnep sorozatnak a befejezése talán a húsvét, ami a keresztény világban az egyik legnagyobb ünnep. Mit is ünneplünk pontosan ilyenkor? Húsvét ünnepén Jézus feltámadását ünnepeljük, győzött a halál felett, és számunkra megmutatta a mi igazi otthonunkat. És ahogyan említette Károly is, ilyen nagy böjttel készülünk húsvétra. Nagy böjt megelőzi a húsvétot, gyakorlatilag már elindulunk ezen az úton. És itt mi zagyvaszántón rügyfakasztó húsvétot éltünk meg, ahogyan a háttérben is látszódik a mi rügyfakasztó fánk, a keresztfa, amelyen egy-egy gondolat, egy-egy szó, egy-egy talentum van, amelyet megpróbáltunk a nagybőjt időben egy picit jobban körüljárni, bevégtatni a mi életünkbe, és egy picit valóban úgy készülni húsvétra, hogy az ne csak egy ünnep legyen a sok közül, még akkor is, hogyha a kereszténység legnagyobb ünnepe, hanem legyen az én, a mi személyes ünnepünk is. Majdnem 40 nap után, mikor húsvéthoz érkezünk, mi a jelentősége, illetve milyen külön jelentése van a nagypénteknek, húsvét vasárnap, illetve a húsvét hétfőnek? A húsvétunk ünneplése már gyakorlatilag virágvasárnappal, Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulásával elkezdődik, amikor barkát szentelünk, és Jézus dicsőséges bevonulására emlékezve külön bevonulunk a templomba, ami nálunk egy kicsit úgy személyesebbé teszi, az éppen az, hogy a gyerekek eljönnek, és a gyerekek közt vonul be Jézus a templomba, és az idén azt szeretnénk, hogy a gyerekek valami látható jelét adják annak, hogy igen, valóban ők Jézust, mint királyt akarják ünnepelni. Az ő táskáikat kérjük majd, hogy hozzák el, és nem barkák meg letelített leplek között fog bevonulni, hanem valójában gyerekek által megszemélyesített iskolatáskák között. Utána nagycsütörtök következik a húsvét ünneplésében, amikor az utolsó vacsorán emlékezünk Jézus szeretetének legnagyobb tettére, egyrészt amelyet kifejez a lábmosásban is, az úgynevezett lábmosó szeretetben, amikor megmossa az ő tanítványainak lábát, mint egy közösséget vállalva velük. Ezt is a Szentmisében mi megszoktuk cselekedni. Az első áldozásra készülő gyerekeknek a lábát mossuk meg. Volt olyan közösség, ahol éppen a képviselőtestület lábát, vagy előre kiválasztott személyeknek a lábát mosta meg a pap, de itt nálunk az első áldozásra készülő gyerekeknek szoktuk a lábát megmosni. És ez egy megrendítő élmény. Amikor először végeztem lábmosást, akkor a könnyeimmel küszködtem, mert tényleg annyira megindító, hogy Jézus, aki úgy lehajolt a tanítványok lábához, ő, aki ég és föld teremtője, és megmossa ezeknek a tanítványoknak a lábát, akik később otthagyják és elszaladnak. És úgy belegondoltam, hogy igen, most én ennek a Jézusnak a személyében vagyok. És mégis megengedi ezt, hogy én az ő személyében legyek. A saját emberi gyarlóságom is eszembe jut. És az, hogy igen, ő az, aki képessé tesz bennünket az ő szeretetének ünneplésére. És legnagyobb ajándékét önmagát hagyja, hiszen az oltári szentséget ezen az estén alapítja. Az utolsó vacsora emlékezetére a Szent Mise valóban újra csak megerősít engem személyesen az én papságomban, hogy igen, én valóban azt teszem, amit Jézus rám bízott, és Jézusnak a főnek a személyében mutatom be a legszentebb áldozatot. Utána oltárfosztással folytatódik, illetve fejeződik be a szentmisénk, amely emlékeztet arra, hogy Jézust elviszik övéitől. Majd a getsemáni kertbe vonul ki Jézus az ő tanítványával, zsoltárokat énekelve, mi pedig itt maradunk a templomban, Jézussal felolvassuk a János evangéliumának ide passzoló fejezetét, a 16. fejezetet, és egy picit úgy megpróbálunk elidőzni, együtt lenni az olajfák hegyén imádkozó Krisztussal. Majd nagypéntek a Jézus szenvedésének napja, amikor Jeremiás síralmait imádkozzuk a délelőtti órákban, reggeli órákban,
Délután 3 órakor szokott kezdődni általában a szertartás. Mi úgy végezzük, hogy keresztutat imádkozunk minden templomunkban, majd utána kezdődik a nagypérteki szertartás, amit régies nevén csonka misének hívunk, hiszen itt nincs áldozatbemutatás, ige liturgia van, tehát a kereszt előtti hódolat, az egyetemes könyörgések, amelyekben a világ minden szándékáért imádkozunk, majd együtt vagyunk még egy picit az Úrral, aki már a sírban fekszik, ekkora elkészül a Szent Sír, amelyet gondos asszonyok készítenek. A tavait az Agyva Szántón egy picit ezen alakítottunk, és egy valódi kő az, ami eltakarja Jézus sírját előlünk, és ez a kő valahol mindannyiunkat jelképez. Ezt a követ én állítottam össze több kisebb kőből, és miközben ezeket a köveket oda behelyeztem, beragasztottam, hogy minden egyes embert, aki hozzám tartozik, azt oda tettem, és egy picit talán szimbolikus jelentése is van ennek, hogy mindannyian egy picit ott vagyunk, őrizzük Jézus testét, de talán sokszor éppen mi vagyunk a gátjai annak, hogy Krisztus kegyelme ki tudjon hatni az emberekre. És ez a hatás, ami majd nagyszombat éjszaka teljesedik be a feltámadással, ez ami kőszívünket el tudja venni, és igazán át tud alakítani. Nagyszombat az egyház legcsendesebb napja, amikor az Úr sírjánál imádkozunk. Valahol már sajnos mondjuk úgy kiment divatból, hogy a Szent Sírnál időzzünk, a Szent Sírnál imádkozzunk. Hál' Istennek a mi településünkön azért ez jelen van. Eljönnek az emberek, imádkoznak Jézus sírjánál, majd este a vigília szertartással folytatjuk a mi ünneplésünket, és abban csúcsosodik ki. A vigília szertartás az egy hosszabb ünneplés, az egyház egyik leghosszabb éjszakai ünneplése. Volt egy településem előző szolgálati helyemen, amikor hajnalban végeztük a feltámadás szertartását. Az egy egészen különleges lelki élmény volt, nem csak fizikális, hanem lelkileg is, amikor tényleg a nap felkeltével együtt kezdjük ébrezgetni az Urat, kezdjük a feltámadás szertartását. Így egészen megváltoztatja a hozzáállásunkat. A liturgiait összetette, hiszen tűzszenteléssel kezdünk, majd a húsvéti öröméneknek az eléneklése, ige liturgia, 7 olvasmányunk van, amelyekben emlékezünk Isten csodálatos tetteire, ahogyan végigvezeti az emberiséget, és az ember újra meg újra képes arra, hogy visszavágjon a teremtőjének, visszavágjon annak, aki őt végtelenül szereti. De ugyanakkor ezekben az olvasmányokban kifejeződik az, hogy Isten mindezek ellenére is mindig ott van mellettünk, és mindig felemel bennünket. Majd elérkezünk a húsvéti Alleluja ünnepléséhez, ünnepélyes Alleluja énekléséhez, majd az evangéliumban Jézus feltámadásának történetét halljuk, ehhez kapcsolódó tanítást, majd a vízszentelés, illetve a keresztségi fogadalmunknak a megújítása, amelyben újra ellentmondunk a gonosznak, és kifejezzük azt, hogy igen, mi valóban Jézus szándéka szerint akarjuk élni a mi életünket. Majd a Szent Mise folytatódik az áldozati liturgiával, és a végén a húsvét mondjuk úgy, emocionálisabb tette a feltámadási körmenet, amelyben gyertyákkal, fáklyákkal az oltári szentséget, a feltámadt Krisztust ábrázoló szobrot, illetve a húsvéti gyertyát körbevisszük. Hát általában a templom körül szoktuk, ugye nagyobb körmenetet nem szoktunk, de vannak helyek, ahol nagyobb körmenetben az egész települést végigviszik, de akár az én szülőföldemen ott húsvéti határkerülés is van, amikor hajnalban elindulnak és végigjárják az egész településnek a határát, meghirdetve a feltámadás tényét, meghirdetve a feltámadás bizonyosságát. Említette már többször is a gyerekeket. A mai világban a gyerekek mennyire vannak tisztában a húsvétnek a jelentésével, illetve a fontosságával? Igazából kezdhetjük a gyerekeknél, de kérdezhetjük a felnőtteket is. Az a következő kérdés, igen, hogy a 2023-ban természetesen
a hívőknek, illetve a nem hívőknek mit jelent a húsvét? De kezdjük akkor a gyerekekkel. Akkor próbáljuk a gyerekekkel. Gyerekek számára a húsvét egyrészt ugye egyet jelent a tavaszi szünettel. Tehát ez számukra a legnagyobb élmény, hogy szüneten lehetünk. De hogyha tudatosan készítjük őket magára az ünnepre, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy igen, valóban komolyan veszik. A gyerek nagyon komolyan veszi, ha ő elköteleződik a hitében, akkor nagyon komolyan veszi, még annak ellenére is, hogy esetleg a szülei nem elkötelezettek. A tavalyi évben volt nagyon nagyszerű élményem, remélem, hogy az idén is részem lesz ebben, hogy itt voltak a gyerekek nagy csütörtökön, nagy pénteken, és a húsvéti vigilián is. Nem mindenki, de jó néhányan itt voltak. És pontosan azért, mert hitoktatókkal együtt próbáltunk törekedni arra, hogy valóban átérezzék minden napnak a jelentőségét. És minden szentmise elején beszélünk egy picit arról, hogy ebben a liturgiában mi is történik, mint egy liturgia magyarázatot. És sokkal, de sokkal fogékonyabbak, mint azt mi gondolnánk. Ugyanakkor a feltámadás ténye a számukra azt jelenti, hogy a kutyám ott lesz-e majd a mennyországban, vagy a kis cicám ott lesz-e a mennyországban, vagy a nyuszikám ott lesz-e a mennyországban. És a gyerek számára ez a fontos. És hogyha én tudom azt mondani, hogy igen, akkor az ő számára a feltámadás már sokat jelentett. És miért lesz ott? Mert a mennyországban nincs hiányérzetünk. De ezt a gyereknek azt mondom, hogy nem fog hiányozni, de nekem akkor is fog hiányozni, ő azt nem érti meg. Igen, ott lesz. Majd amikor felnősz, akkor megérted, hogy hogyan. De valóban a lényegre akarjak rámutatni mindig. Felnőtteknél szintén ugyanez. Mennyire nehéz a gyerekeknél ezt a... Nem kíváncsi, érsz az érdeklődést elérni, ez egész éves felkészítés, vagy húsvét előtt kezdenek el ezzel foglalkozni? Hát én magával a húsvét ünnepével azzal egyértelmű, hogy húsvét előtt kezdünk foglalkozni, de egyébként az egész életünket, az egész évünket átszövi a húsvétnak a ténye, hiszen a feltámadás hitében élünk, bármilyen ünnepünk is van, a feltámadt Krisztus az, aki mellettünk áll. És a gyerekekben ezt minél inkább próbáljuk tudatosítani. Bármit teszünk, akár szentmisén veszünk részt, akár most nagybőjtben az osztályoknak külön keresztúti ájtatosság van, mindig a feltámadt Krisztustól indulunk el, és hozzá akarunk visszatérni. És ez egy visszatérő mozzanat nálam, hogy igen, ne felejtsük el azt, hogy mi azt a Jézust ünnepeljük, még a keresztre feszítésben is, aki feltámad. Mert az utolsó szó a feltámadásé. Nem a kereszté, nem nagypéntek van, és ott megállunk, és mi nagypénteki keresztényként akarjuk élni az életünket, hanem mi az üres sír keresztényeiként akarjuk élni a mindennapjainkat, hogy van reményünk. És éppen a húsvét hajnalnak az egyik legnagyobb számomra nagyon sokat jelentő mozzanata, amikor ezek a tanástalan asszonyok, tanítványok ott mennek a sír felé, és el akarják végezni a számukra fontos testnek a megkenését, és tanakodnak, hogy ki fogja ezt a követ elhengeríteni, és oda mennek, és szembesülnek, hogy a kő már nincs ott, és látják a gyolcslepleket. Szaladnak a tanítványokhoz, a tanítványok szintén, és János és Péter együtt szaladnak, de János megáll és benéz, és azt írja magáról, látta mindezt és hitt. Talán így tudjuk mi is igazán a húsvét örömét átadni, ha látják a mi életünket, és azt mondják, hogy igen, hiszünk, mert látjuk az ő életükön, látjuk az ő mindennapjaikon. És nagyon sokszor a húsvét egy állandó megtérésre hív meg bennünket. És ezért fontos, hogy a mindennapjainkban, akár papként az elmélkedéseinkben, prédikációinkban is, ott legyen az, hogy nem csak arra az adott evangéliumi szakaszra akarunk koncentrálni, hanem a kereszténységet, magát az Istent az egész teljességében akarjuk látni. Hogy Isten ő valóban az élők Istene. A mi Istenünk, az én Istenem, a személyes Istenem. És hogyha megvan a helye az én szívemben, akkor én magam is a helyemen tudok lenni. Felnőtteknél mennyire nehéz ezt elérni, hogy ennyire átérezzék, illetve komolyan vegyék a húsvétnak az ünnepét? Igazából minden embernél személyfüggő. Én csak azt tudom átadni, amit én magam megélek, amiben én magam hiszek. És ha látják, hogy igen, valóban az, amit én át akarok adni, az az én életemmé válik, akkor tudom igazán átadni. Egyébként az egész nem megy át, és sosem fog átmenni. És hogyha egy picit jobban belegondolunk, akkor azt is meg kell látnunk, hogy túl kell látnunk önmagunkon. Nagyon sokszor mi azt nézzük, hogy nekem mi jó a húsvétban.
Mit ad nekem pluszban a húsvét? Engedjem, hogy vigyen magával, akár a liturgia, akár a személyes élményeim, akár a gyerekkori élményeim. Ne csak nosztalgiázzak, hanem egy picit kérdezzem meg azt önmagamtól, hogy mi volt jó nekem ebben. Mi volt jó nekem abban, amikor gyerekként akár ott voltam a szentmiséken, a liturgiákon. Nem értettem mindent, de az az élmény, az valahol mindig közelebb vitt az Istenhez. És akartam, hogy újra meg újra meglássam az ő arcát az én életemben. Mi nem a sírban, én nagyon sokszor emlegettem a Szent Sírt, a sírban nem a félelem tárgyát kell látnunk, hanem a mi hitünknek a bizonyosságát. És éppen itt vonatkozik a mi mindennapi életünkre is, amikor egy-egy szerettünktől elbúcsúzunk, elköszönünk a földi életben, emberi szóval eltemetjük őt, akkor mi nem csak eltemetni akarjuk, hanem hisszük azt, hogy átadtuk az örök életnek, hogy ő tovább él, más módon, teljesen más módon, mint ahogyan mi elképzeljük nagyon sokszor, de hogy ő tovább él, és Krisztus oldalán fog tovább élni, és mi is ide szeretnénk eljutni. És ha ezt meglátjuk, ha ezt megértjük, akkor válik igazán a mi életünk is éltetővé mások számára. Említette, hogy van egy megszokott, illetve egy hagyományos liturgiája a húsvét ünnepének, a napjainak, de azt is mondta, hogy ön minden évvel kicsit másképp készül, vagy kicsit alakít ezeken az események, illetve ezeken a tetteken. Ezt tudna mesélni, hogy mik azok, amiket ön évről évre hozzátesz ehhez? Igazából ugye a liturgiához nem tudok hozzátenni, hiszen az egy kötött. Az, hogy mi hogyan éljük meg gyerekek számára, például mit tartok fontosnak. Az egyik legnagyobb élményem az volt, amikor három hittanos fiatal együtt volt a plébánián. És őket meghívtam, hogy a Szent Három Napot így töltsük együtt. És egészen másként tudtuk megélni. Az imádságban, másképp a készületben, akár abban, ahogyan odaültünk reggelizni, ahogyan a liturgiákat végeztük. Ők eljöttek végig minden liturgiára velem. És hogy hogyan tudunk ott együtt lenni, egy picit ezt a lelki közösséget is megélni, hiszen a pap általában egyedül él. Nekem most apukám itt van velem, de vele másabb a kapcsolatom. És amikor egyedül élünk, akkor talán sokszor csak arra koncentrálunk, hogy igen, a szolgálatot elvégezzük, a liturgiát a maga paragrafusai szerint elvégezzük, de hogy mi magunk személyesen ebben hol vagyunk. Csak egy liturgia végző pap vagyok, aki bemutatja az áldozatot, végzi a liturgiát, vagy pedig tényleg én magam is személyesen megérintve leszek. És ha ezt egy közösségben tudom megélni, nem kell egyik közösségből a másikba rohannom. Sajnos a napjainkban nagyon sokszor ez is benne van. Hogy egyik közösségből rohannunk a másikba, nekem is három településem van, egyik helyen elvégzem, a másik helyre már éppen csak beesek, a harmadik helyről meg már majdnem elkések, és akkor hogyan tudom ezt én megélni? Előtte való készülettel. Az, hogy én mielőtt a liturgiát végzem, átimádkozom magát a liturgiát. Hogy mi miután következik. És ez a készületem már egy picit elővételezi az én életemben, hogy mire oda kerülök a többiekhez, akkor már valahol bennem ez a húsvéti öröm legyen. Ne csak az, hogy hú, na akkor még mit felejtettünk el, mi nincs előkészítve, mindent előkészítette a sekrestyé, és van-e kellő minisztráns, hiába van előtte asszisztencia próba, minden a helyén van-e. Akkor már ezzel kell foglalkoznom. De hogyha én már előtte készítem a saját lelkemet, akkor valóban úgy tudok oda menni, hogy az öröm lesz mindenki számára. És nem csak egy szolgálatként akarom megélni azt a liturgiát, hanem valóban ott tudatosítom, hogy igen, most itt Krisztus van bennem, és én Krisztusnak a főnek a személyében vagyok itt. Említette, hogy volt egy kő, amit ön saját kezével készített, és azt alakította ugye idénre. Milyen plusz élményekkel készül még a hívők számára, ami nem ugye az előírt liturgiában van? Igazából az idén, tavaly szembesültem azzal, hogy egyik településemen húsvéti időszakban nincs üres sír. És a számomra megdöbbentő élmény volt, hogy nincs üres sír. Van egy nagypénteki sír, amit lezárnak, és utána nincs semmi, ami emlékeztessen a húsvétre, a húsvéti gyertyán kívül. És én ezt úgy szeretem közelebb hozni az emberekhez. És most idén ezt terveztük, hogy az egyik településemen közösen készítünk egy
sírt, egy szent sírt, ami emlékeztet bennünket egyrészt a maga kis fűmagjaival, virágjaival, búzáival, meg a rajta lévő keresztekkel, meg egy kicsit valamit adunk magunkból pluszba, ami tényleg ott marad velünk egészen Urunk megmenetelének ünnepéig, és amire mindig rátekinthetünk, hogy igen, ez a mi saját üres sírunk, amely emlékeztet arra, hogy nekünk nem, és újra csak mondom, amit az előbb is mondtam, és ez a vesszőparipám lesz az idén, hogy nem nagypénteki keresztényeknek kell lennünk, hanem valóban a feltámadt Krisztusnak a meghosszabbított kezei. Rajtunk keresztül akarja Jézus ezt a világot jobbá tenni. És ha én tudok ebben munkatárs lenni, ha tudok nap mint nap egy picit megtérni, mert sajnos nagyon sokszor félünk ettől a szótól, hogy megtérés. A húsvét a feltámadás. Feltámadunk a mi bűneinkből, hogy valóban az életnek a követei tudjunk lenni. És ez egy mindennapos, állandó folyamat kell legyen. És én ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy valahol ez a húsvét ezt hozza meg nekünk, hogy ne csak április 7-éről szóljon, ne csak esetleg a nagy csütörtök, nagypéntek, nagyszombat, húsvét vasárnap és húsvét hétfőnek az ünnepe legyen, hanem valóban 365 napunk 24 órájának az ünnepe tudjon lenni, ahol egymásra is fel tudunk támadni. Így kívánok mindannyiatoknak, és rajtatok keresztül, Haton Online TV minden kedves nézőjének, hallgatójának, valóban Istentől megáldott, nem nagypénteki, hanem húsvét vasárnapi állandó allelujás örvendezést. Köszönjük szépen! Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra! Thank you.